Rendőrségi fotón a fegyver, amivel a lövéseket leadták, ebben a Tolnai utcában sült el a pisztoly többször is. Egy család tagjai vesztek össze. A helyiektől úgy tudjuk, pénzügyi vita állhatott a háttérben. A viszály során végül a rokonság egyik tagja egyszer csak váratlanul pisztolyt rántott. Többször rálőtt a lány testvére élettársára, valamint a vele együtt dolgozó másik két szemére. A bejelentést követően rendőrök mentek a helyszínre, ahol a férfit igazoltatták, majd előállították a rendőrségre. A rendőrök a fegyvert is megtalálták a férfinál. Ezen a másik fotón már az is látszik, hogy milyen lőszerek tartoztak hozzá. A pisztoly ugyanis úgynevezett airsoft volt, vagyis egy játékeszköz, ami emberi élet kioltására nem alkalmas, súlyos sérülést viszont lehet vele okozni. A férfi korábban már több alkalommal zaklatta családtagjait, valamint a testvére élettársát egy alkalommal bántalmazta is, ezért a bíróság távoltartást rendelt el ellene. Mivel személyi sérülés nem történt, így a lövöldöző férfinak csak garázdaságért kell hamarosan bíróság elé állnia.